Hónapokon át tartott az élelmiszerek drágulása idehaza. A háború miatt a hozzánk főként Oroszországból érkező energiaára felment. Emiatt a termékek előállítása is többe került, ami a boltok polcain csapódott le. Alapvetően a háború és a szankciók miatti áremelkedés, ami leginkább befolyásolt az inflációs mutatót egész Európában, hiszen az olcsó, közelről és alacsony szállítási költséggel beszerezhető orosz olaj és gáz helyett egész Európa az elkezdett máshonnan, messzebbről, drágában beszerezni nyersanyagokat, és ugye ez nem csak a gázárat emelte meg jelentősen, hanem mivel a gáz egy fontos energiaforrása az elektromos áram termelésénél is, ez az áramárakat is negatívan befolyásolta, komoly emelkedést tapasztalhattunk az elektromos áramnál is, tehát ez volt az energetikai áremelkedés, az energiárak növekedésének a legfontosabb oka, de emellett sajnos a háború és a szankciók miatt volt egyfajta élelmiszerhiány is, amit tovább súlyosbított a nagyon durva asszály, amit gyakorlatilag nagyon régóta nem láthatunk szerencsére, viszont sajnos a tavalyi évet ez jellemezte, tehát volt egy komoly hiány élelmiszerből, ami az élelmiszer árak növekedésén keresztül sújtotta a fogyasztókat. A drágulás viszont megtorpanni látszik, sőt a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően mostanra bizonyos árucsoportok esetében már mérséklődés mutatkozik. Erről beszélt a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Az élelmiszereknél én pozitív vagyok, én optimista vagyok, hiszen láthatjuk azt, hogy idén már sokkal jobb az időjárás helyzete, mint tavaly volt, gyakrabban van eső, és a várakozások is azt mutatják, hogy a mezőgazdasági termelés idén sokkal erősebb lesz, mint tavaly volt. Emellett ráadásul ugye, amit tavaly külön probléma volt, hogy Ukrajna egy nagyon komoly ellátója volt Európának gabona tekintetében, viszont nem tudott kijutni az országba tavaly a gabona, tehát volt egy komoly hiány ennek következtében. Idén, ahogy látjuk, már ennek ellenkezőjét tapasztaljuk, tehát túl sok gabona érkezett Európába, ami fogyasztóként egy jó hír, hiszen ez azt jelenti, a túl magas kínálat az azt jelenti, hogy olcsóbbak lesznek a gabona is, meg a gabonában előtt termékek is, a liszt ugyanígy. Tehát ilyen szempontból az élelmiszereknél én sokkal inkább árcsökkenést, ármérséklődést látok, és ezt tapasztalhatjuk is, hogyha megnézzük a havi inflációs mutatókat, pont azoknál a termékeknél, amelyeknek a leginkább nőtt az ára, a tej, tejtermékek, sajt, péksütemények, ezeknek az ára akár 60-70 vagy 100%-os növekedett egy év alatt, azonban az utolsó hónapok már csökkenő tendenciát láthatunk ezeknél a termékeknél, pontosan azért, mert megfordultak ezek a trendek, amiből hiány volt korábban, most már sokkal komolyabb a kínálat, és ez segíti azt, hogy egy alacsonyabb, egy kedvezőbb áron tudjuk ezeket megvásárolni. Ráadásul a kormányzati lépések is segítik ezt a folyamatot, hiszen mind a kötelező akciók, mind az online ár összehasonlító rendszer is segíti azt, hogy kedvezőbben, alacsonyabb költséggel vásároljunk. A közgazdás szakértő szerint nem csak az árak stabilizálódása látszik egyre biztosabbnak, de az is valószínűsíthető, hogy a korábbi hónapokban tapasztalt inflációs trendek megtorpannak. Ez pedig évvégére, vagy akár még előbb is elhozhatja az egyszámjegyű pénzromlást. Sinem vagyunk, hiszen ha megnézzük azt, hogy mi kell az, hogy egy egész éves inflációs mutató az egyszámjegyű legyen, akkor ahhoz az kell, hogy a havi átlagos értéke az árnövekedésnek az 0,7% legyen, vagy kisebb ennél. Ha az elmúlt három hónapot nézzük, tehát március, április és május, akkor ebből kettőben, márciusban és áprilisban pontosan 0,7% volt az infláció havi szinten, áprilisban pedig negatív volt, mínusz 0,4%, tehát csökkentek átlagosan az árak. Tehát most már a havi mutatók alapján az egész éves egyszámjegyű infláció az gyakorlatilag borítékolható, sőt, azt gondolom, hogy a kormányzati intézkedésekkel párosítva, tehát a kötelező akciók, amiknek a mértéke az növekedni fog majd augusztustól, illetve az online ár összehasonlító rendszerrel, ez garantálja azt, hogy ez a kedvező trend, ez a egyre olcsóbb, egyre kedvezőbb áruelmiszer árak, amiket tapasztalhatunk, ez folytatódni fog az évnek a második felében is. Egyetlen kérdőjelem az én fejemben az energetika, az energiárak, mind a gáz, mind az áram, a árának az alakulása, amit nem tudunk most megjósolni. Sajnos úgy néz ki, hogy valószínűleg lesz hiánygázból Európában, ez árnövekedést okozhat, azonban egészen biztos, hogy nem lesznek akkora árak, mint tavaly voltak, tehát ez azt jelenti, hogy éves szinten az mégiscsak egy alacsonyabb energiár lesz, mint tavaly volt, tehát energián is inkább egy deflációs, egy árcsökkenő trend, vagy komponens látható, mint áremelkedés. Ha ezt mind összeadjuk, akkor azt gondolom, hogy nem csak hogy decemberre, hanem szinte biztosan novemberre is már, sőt, akár ha szerencsénk van, októberre is
látni fogunk már egyszer egy éves inflációs mutatót. A kormány célja egyébként, hogy az év harmadik negyedének elejére sikerüljön 10% alá vinni az inflációt.